Az áruház pénztársora előtt helyezték el az urnát és nyitották meg hétfőn. Rövid ismertetőt ragasztottak a gyűjtőhelyre, melyben leírták a három döntőbe jutott civil szervezet programját. A helyszínen találkoztunk képviselőikkel, akik bemutatták terveiket. Harmadik alkalommal jutott be a szavazati szakaszba az Együtt a Családért Egyesület. Korábban tartós élelmiszereket gyűjtöttek a józsavárosi hátrányos helyzetű családok részére. Támogatóikra most is számíthatnak. A gondozási központ, a gyermek és család központ a Józsavárosban, illetve önkormányzati képviselők is nagy segítséget nyújt ebben. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ebben a fordulóban, a 9. fordulóban mi a tartós élelmiszerek helyett a megelőzésre fordítjuk ezt az összeget, és gyógyszereket, vitaminokat, fertőtlenítőszereket, ha még szükség lesz, akkor maszkot fogunk, illetve gumikesztyüket és hasonló segédeszközöket szétosztani a rászorulók részére. A Rejtett Kincsek Down Egyesület fenntartásában működő Csodavár integrált játszóház az idén 10 éves. Ez idő alatt több mint 10 000 fiatallal ismertettek meg fogyatékkal élő gyerekeket különböző érzékenyítő programokon keresztül. Ezt a programot akarjuk folytatni. És ugye ennek a támogatásnak köszönhetően megint több száz gyereket tudnánk bevonni abba, hogy együtt játszassanak fogyatékkal élő gyerekekkel az épek, valamint iskolai órán, vagy pedig a megújulás alatt lévő Csodavárban, a játszóházunkban különböző programokon vegyenek részt ingyen, ahol érzékenyülnek, ahol elfogadóbbá válnak, ahol talán azt gondoljuk, hogy egy normálisabb felnőtt társadalmat tudunk kialakítani a jövőben. A mostani alkalom az eddiginél nagyobb ismertséget hozhat a harmadik szervezet számára, ami visszahat az eredeti célra, így több rászorulót tudnak támogatni. Szenvedélybetegeket segítjük, alacsony küszöbi ellátás és közösségi ellátás keretében, de most a civil lakosságot céloztuk meg, szűrő programot szerveztünk egy 7-es intervallumban a város különböző helyszínein, és várjuk a lakosokat vérnyomás, vércukorszint, testsúlymérésekre. Ezzel kapcsolatban kapnak egy állapotot az egészségükről, és ha igény van, akkor tovább tudnak menni szakrendelőbe. Ismert az adat, miszerint az elmúlt 8 esztendőben 1000-nél is több szervezetet támogatott az áruházlánc, hazánkban összesen 280 millió forinttal. A mostani forduló első helyezettje 400, a második 200, a harmadik pedig 100 ezer forinttal lesz gazdagabb. Pandémia után a Tesco Global ZRT elindítja az Önválasz Mi Segítünk 9. fordulóját. 60 körzetbe fogjuk újra elindítani ezt a kezdeményezést. Minden vásárlás után 1 zsetont adunk a vásárlóknak, és 3 civil szervezet vesz részt itt Nyíregyháza és Nyíregyháza környékéről. Úgyhogy várjuk kedves vásárlóinkat, szavazzanak a civil szervezetekre! Idén 368-an jelentkeztek a Tesco pályázatára, leginkább a helyi közösségi élet szervezői. Egy független szakértői testület döntött arról, kik kerülnek a szavazási szakaszba. A nyíregyházi akció július 11-ig tart, eredményhirdetés az azt követő napokban várható.